Hello, Bello, sziasztok! Én tudjátok, nagy nutellás vagyok, úgyhogy ennek örömére most nem a nutellát kóstoljuk meg, hanem már tök ismerem az ízét, de valamiért két kanál van itt. Hát azért, mert másik kedvenc márkámnak találkoztam a mogyoró krémével, és akkor most ezt úgy letesztelném, hogy a nutellához képest milyen. Hát most az egy hülyén veszik ki magát, hogy nincs itthon bontott nutella, mert most ettem meg egy üveggel, de csak a videó kedvéért, azért megbontjuk nektek. Unboxing. Nutella OSMR, érted? Folyik anyál ettől a hangtól, nem? A citrom, azt hiába mondom, attól nem, vagy igen? Most nem tudsz hozzájönni a kijelzőhöz, ja. Valami folyadék. Na. Egész jó. Várjál. Milka mogyorókrém unboxing. Más a hang. Ez olyan milkásabb hang volt, nem az a nutellás, ugye? Ez, nincs rajta egy fül, hogy azt ne lehessen tépni róla? Hogy ez már attól lefogysz, hogyha ezt ki tudod bontani. Lehet, hogy ez egy ilyen másik verzió, de nem sokat fogok vele. Hát így, köbgyök. Na nézzük, először is kidobom a szemetet, mert nagyon nem szeretem a tiszta szemét, itt minden. Elmerengtetek, hogy ez mi lehet a különbség? Összetevők valakit érdekelnek? Megnézzük, mielőtt én... Ez ugye a nutellánk. Ez a milkás akármink. Hát olvasgassatok, hogy ebbe mennyi, mi, hogyan. Ugye itt ezek az összetevők, 57 g szénhidrát, 56 g cukor, 6 g fehérje, és ennyi, ezt így hagyjuk, ugye? Ez nem a zsír. Ja, a zsír az csak 30, hol van? 31 g. De ez most mibe? Mennyibe van ennyi, vagy mi van? Ezt se vágom ám, 100 g-ba, azt a kékkel, aha. Szóval 100 g nutellából 31 g zsír, és 57 g szénhidrát. Na most ezzel szembe a milkás cuccba, itt is a 100 g-os részt nézzük, itt 34 g a zsír. És a szénhidrát meg 57. Szóval valami tök hasonló dolog. Én nem szívesen kóstolok más terméket, mert ugye van rengetegféle szírszar termék, mindenféle multiknak a saját terméke, minden meg olcsóbb, a viaszízű vackok, mindenféle szemétből, hát az nem. Azért meg 2 forinttal olcsóbb. Nem vagyok elég gazdag ahhoz, hogy szart vegyek. Szóval, vagy olcsót vegyek. Nutella. Akkor megmondom, hogy Nutella. Ez egy kicsit ugyanazon a hőmérséklet, de ez lágyabb. Ez finomabb. Ezt nem ismerem, ezt a videót megosztani. Ez sokkal lágyabb, finomabb, krémesebb, magyarós, kakaósabb ízű. Azt a mindenit. Milkás fiúk tudnak valamit. Na. Akkor most még egyszer kis nutellát, hogy... Magyarosabb ízű, ragadósabb a szájpadlásodhoz, keményebb az állag, édesebb, túl édes. Nagyon hasonló a kettő, de ez lágyabb, finomabb. Soha nem gondoltam volna, hogy van a Nutellánál jobb Nutella. Ugye ez úgy Nutella, mint ahogy a Rotringra, mindenre azt mondod, hogy Rotring. Arra is, ami nem az. Vékony belütöltő ceruza. Vagy a Flex, ugye az is sarokcsiszoló. Flex az egy gyártó szintén. Nagyságrende. Ez tényleg jó.
Talán ez is túl édes. Mind a kettő esetében vissza lehetne venni a cukorból. Jó sokat. De finom. És tényleg a Milka nagyon oda tette magát. Hát ilyet még veszünk. Ez ott van a szeren. Hát még kenyérre, ha már egészségtelen, akkor legyen nagyon, ugye, hogy ez milyen jó lehet kenyérre, de tényleg ez... Egyébként ez, az az eredeti Nutella, amire emlékszem gyerekkoromban, az. Mert a Nutella az már nem olyan jó. Talán a Milka hasonlít a külföldi Nutellához, ezt kell, hogy mondjam, amit Ausztriából hozza be, mert az finomabb. Hát iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Hello, bello!